Szalmaszállal helyettesítik a műanyag szívószálakat Franciaország egyes részei. Yves de Broc és felesége közösen vezetik a farmot, ahol rost termesztenek, azzal a céllal, hogy szívószálat készítsenek belőle. Most megmutatom, hogy készül a szalmaszál, mondta Yves. Itt nincs szabványméret, minden egyes szalmaszál különböző. Itt nincsenek robotok, minden kézzel készül, tisztán, mondja Yves. Egy hektár föld területről mintegy 1 millió szívószálat lehet begyűjteni, amely lebomló, újrahasznosítható, ellenáll a hidegnek és a melegnek, sőt, mosogatógépben is mosható. Íves felesége nagy cégeknek nem értékesít, kizárólag a közeli településeken találkozhatunk a szalmaszállal. 10 darab szalmaszál 2,50 € kerül. Meg kell változtatni a szokásainkat, miért ne a szívószállal kezdjük, mondta egy boltos. Az Európai Unió 2021-től betiltja területén a műanyag szívószálak használatát. Egy párizsi startup különböző helyettesítő anyagokkal dolgozik, szalmával, bambusszal és cukorral is. A forgalmunk egy hónap alatt megduplázódott, később még ennél is jobb lesz, mondta az alapító. A természetes anyagból készült szívószálak nagyjából háromszor annyiba kerülnek, mint a műanyagok.